Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit a Szilasligeti Közösségi Házban, Kerepesen. Örülök, hogy ennyien eljöttetek, és a beszéd kezdetén, ahogy ezt megszoktuk, mondjuk el az OM-NÁM-mantrát hétszer közösen. om Köszönöm szépen. Ki vagy te a neveid mögött? Nagyon sokféle neved lehet. Gyerekkorodban úgy becéztek, hogy már nem is emlékszel rá, de ilyen nagyon kis cukorgomboc szeretetből kapott beceneveid voltak. Aztán egy-kettő átment a felnőtt korodra, te megszoktad, hogy az iskolában már nem becéznek, hanem megszólítanak. Aztán beléphetsz egy-két olyan helyre, ahol külön nevet kapsz. Én kaptam egyet, aztán kaptam még egyet, mert az öt fogadalmas nevem és a szerzetesi nevem különbözik, és ez szokásos sok hagyományban. Mondják, hogy a név kötelez. Elgondolkodtál arról, hogy ez mi csoda? Miért kötelez a név? Hiszen megváltoztathatod, bemehetsz a megfelelő egyablakos ügyintézéshez, és megkérheted, hogy neked most ne Eufrozina legyen a neved, hanem mondjuk Lukrécia. Mert az egyik tényleg szebb, mint a másik. És ettől te változol? Ha a név nem számít, akkor mire kötelez? Vegyük először a tudatosan felvett neveket, mert ahogy ezt a tan nagyon gyönyörűen kimutatja, minden névhez párosul egy forma. Tehát Irén, és akkor egy női alakot képzelsz el mellé, Lajos, és egy férfi alakot képzelsz el mellé, mert az egyik egy női név, a másik egy férfi név. Ez így nagyon egyszerű, körülbelül olyan, mint a ruletben a vörös, meg a fekete. Tehát nagyon egyszerű a megkülönböztetés. Vedd a családod nevét. Azt hogy vetted fel? Úgy, hogy beleszülettél. Látszólag nem te döntötted el, mert apu és anyu a keresztnevedet adta, és abban a családban születtél, ahol mindenki Szabó vagy Kovács vagy Smith, vagy Jones. Látszólag ettől függetlenek azok a helyek, ahova bemész és kapsz egy nevet. Miért? Mert valami új formát szeretnél mögé tenni. Tehát kapsz mondjuk egy darma nevet, és a megfelelő darma név, hogyha egy jó tanítótól kapod, mutatja azt, hogy mit kell figyelned az úton. Mondjuk azt kapod, hogy a felfogás bölcsessége, ez a g -kwan. a G a bölcsesség, a quan az a felfogás. Ha ezt egy jó tanító adja, akkor biztos, hogy nem simogat téged ezzel a névvel, hanem figyelmeztet arra, hogy tessék a felfogással bölcsebben bánni, mert itt azért még projekciók, elvárások, félelmek még szennyezik egy kicsit a környezetet. Tehát ezt persze mindenki tudja, aki hozzák jár, hogy ezt nem pusztán szeretetből, de nagyon nagy szeretettel kapod, és ezek a felvett nevek egy újabb aspektusát bontakoztathatják ki a személyiségednek, ha ezt szeretnéd. A szerzeteseknek ezért van külön nevük, hogy a szerzetesi egzisztenciájukat bontakoztassák ki, és a név egy formához párosuljon. Ezért kötelez a név, mert te azt a kötelmet vállaltad, hogy például belépsz egy hagyományba, felveszel egy életformát, vagy hogyha nem személynevekre gondolsz, hanem rangokra, címekre, akkor ezek a rangok és címek a személy mögött vannak. Tehát szakosztály vezető, szak, főorvos, szak. Tehát például ez oda van téve. Miért? Mert elvégezte az egyetemet, végigcsinálta az összes évet, és akkor az név az orvos, amit fölvesz, az arra kötelezi őt, hogy gyógyítson, mert letette a hipokratészi esküt. Próbáljuk meg a felvett neveket, amiket tudatosan veszel föl, a rangokat, amelyeket elvállalsz, azt kapcsolatba hozni látszólag azzal, amit nem te döntöttél el, de valahol mégis. Ez a saját személyneved. Mire kötelez a saját neved? Azt látjuk, hogy ha valaki orvos, akkor gyógyít, mert azt vállalta. Ha valaki szerzetes, és kap egy nevet a hagyományban, szerzetes, mert azt vállalta, betartja a szabályokat, követi a fogadalmait. De te, mint személy, mint ember, mint egy családtagja, tagja, mint egy párkapcsolat része, mint valakinek a gyermeke, mit válasz ezáltal? Magyarul, milyen ember leszel? És úgy tűnik, hogy a puszta családi név, az nem elégséges ahhoz sokszor, családja válogatja, hogy te ezzel elégedett legyél. Magyarul, ha nem tudod követni az apai és az anyai mintákat, akkor nem vagy büszke a családodra. Akkor a neved csak arra jó, hogy téged azonosítsanak, amikor a szerv elkéri a személyedet. De nem érzed, hogy milyen tartalom van mögötte. Nem érzed, hogy milyen családi karma van mögötte, vagy ha érzed, akkor nem vagy rá büszke, és ezt nem szeretnéd. A azt jelenti, hogy visszatérsz valamihez, ami nem név és nem forma. Nem felvett név, nem születés által kapott név, nem rang, nem cím, hanem valami, ami ezeket látja, sőt teremti. Tehát a nem névhez és nem formához való visszatérés az ez. Ha elvágod a gondolkodást, arra a pillanatra megszűnnek a nevek és a formák. A nevekhez és a formához kapcsolódó összes jó és rossz projekció, asszociáció, az ahhoz kapcsolódó múlt, jelen és jövő narratíva. Ezt hívjuk az identitás meghaladásának, pusztán azért, hogy az identitást újra tud teremteni, tisztábban, világosabban, önzetlenebből, mint eddig. Ha innen nézed, legtöbbünk nem jut el idáig. Legtöbbünk odáig jut el, hogy kilép a családból, azt alapít egy újat, és megismétli ugyanazokat a hibákat, amelyekért apját, anyját kritizálta. Viszi a nevet. Vagy esetleg kimegy messzire külföldre, lesz egy idegen neve, és az idegen név alatt ugyanazt a karmát viszi, mint amit itthon vihetett volna a saját születési neve alatt. A név megváltozott, de a mögé tett ember nem változott meg. Úgyhogy arra kellene figyelnünk, hogy ennek az állapotnak, a ragaszkodásmentes állapotnak, a címkézéstől mentes állapotnak az elérését mire használjuk. Mert ha mi nem használjuk föl, akkor majd mások megmondják, hogy te ki legyél. Hogy mit fogyasz, hogy mit szeres hogy hova húzd az X-et, hogy milyen autót vegyél, hogyan táplálkozzál, milyen ember legyél, és akkor a karmád mások játékszerévé válik. Miért? Mert te nem vetted kézbe. És hogyha kézbe veszed a karmádat, akkor látod azt, hogy miért abba a családba születtél, ahova, miért azok az apai és anyai minták emlékeztetnek téged arra, hogy te ki vagy, mennyire föl kell nőnöd ahhoz, hogy Ténylegesen a családra rálás, és a következő generáció, amit te vagy, ne ismételje meg szinte automatikusan ugyanazokat a hibákat, amelyeket a szüleid és a nagyszüleid elkövettek. Magyarul a meghaladó bölcsesség az egyetlen, amely a jelenségvilágon, a néven és a formán túli látást ad. Ezt a meghaladó bölcsességet, ezt nagyon sokféle hagyományban, sokféle formában lehet gyakorolni. Nem a zen és nem a buddhizmus az egyetlen. Van még jó pár. Honnan ismered föl? Nem a név, nevéről, ezt már gyaníthatod. Én láttam olyan ortodox és sarkalatos buddhizmus, te huhú! A monoteista szabályok ahhoz képest ilyen gyöngét gyermektábor voltak egy árnyas nyári délutánon és láttam annyira haladó egy Isten ahol az Isten kép annyira közel volt az Isten hogy teljesen transzparens emberek voltak ott, akiknél minimális vagy nem létező egófal volt, mert annyira Isten színe előtt voltak minden egyes pillanatban. Úgyhogy az a kérdés, hogy te mennyire vagy a saját tükröd előtt minden pillanatban, anélkül, hogy a születési neved, a felvett neveid, ha vannak, a felvett rangjaid, azok korlátoznának téged a látásban. Mert igen, egy névhez kell a forma. Ha valaki katona és csőrmester, akkor katonaként viselkedik. De a kérdés az, hogy meddig, mettől meddig? Talán a laktanya kapujában fölveszi, és ahogy megy haza a laktanya kapujában, le is veti. De a legtöbb katona ezt nem tudja megcsinálni, hanem viszi haza a fegyvert. Itt. Azt a harcot, amivel ő mindig győzni akar. Vagy az orvos, aki állandóan gyógyítani akar, még akkor is, hogyha senki sem beteg. Ez most általában fordítva szokott történni, hogy rengeteg a beteg, és nincs orvos, aki meggyógyítson, de ez most egy mellékkörülmény. Tehát mennyire tudod szerepmentesen látni magadat? És hogyha ezt meg tudod tenni, akkor elérsz a rendezőhöz belül. Ha látod a családi karmádat, akkor érsz el a család alapítóhoz belül. Tehát a nem ragaszkodásnak, nem azonosulásnak, nem duális gondolkodásnak, amilyen szép vallásos, meg filozófiai hang. Nagyon sok praktikus hozadéka és értelme van. Például az, hogy nem záródsz be a saját mintáidba. Nem záródsz be a transzgenerációs karmádba. Nem záródsz be a saját tetszésedbe és nem tetszésedbe, még a csoport szintjén sem. Tehát teljesen mindegy, hogy neked milyen véleményed van a saját társadalmadról, akkor is magyarnak születtél. Tudod, hogy miért? Ez kiderült számodra? Mert ha nem, akkor nem tudod, miért tartozol ide. És ez a fajta tudatosság hiánya téged kitesz különböző tömeghatásoknak. És ez a tömeghatás, ahogy boldogult apám mondta, az egyik legveszélyesebb dolog, és a lemingeket hozta például, akik egyszer csak így megindulnak, és minden leming ugyanarra megy, mint az eleje, bele a szakadékba. Az egész úgy, ahogy van. A lemingek nem tudják, hogy lemingek. Mi tudjuk, hogy emberek vagyunk. Hogyan bánunk ezzel az emberséggel? Mit teszünk a, mögé, a név mögé, hogy ember? Férfi, nő, férj, feleség, családapa, családanya, gyerek. Már most elkezdhetsz azon belül dolgozni, hogy milyen gyerek vagy, ilyen gyerek szeretnél lenni. És hogyha igen, akkor ez csak így tovább. De hogyha más gyermek szeretnél lenni, akkor apa és anya segít abban, hogy fejlődj, és minél szebben fejlődj. Aki még ezt nem tudja föltenni ezt a kérdést, az szépen halad e felé. De hölgyeim és uraim, feltettük valaha is azt a kérdést magunknak mélyen, őszintén, hogy miért vagyunk emberek? Hogy sikerült ezt a kezes lábast fölvenni? Mind a hét csakrájával? Mi az, ami minket tényleg emberré tesz? Mi az a közös bennünk, a más arcunk, és a más lelkünk, és a más gondolkodásunk dacára, amit tényleg emberré tesz? Tehát ezért érdemes visszatérni a név és a forma elé, azon lények felé, amely nem tudható, csak tapasztalható, mert kiderül, hogy valójában csak ez a közös bennünk. Mindegyikünknek más fizikai és mentális karmája van. Az is kiderül, hogy igazából még a szemünkkel se ugyanazt látjuk, de abban megegyezünk, hogy ez égkék és a fű zöld. De ilyen nagyon-nagyon finom elmélyű tudósok kiderítették, hogy senki sem pontosan ugyanazt a kéket látja. De mivel egy adott tartományon belül látjuk, ezért megegyezünk, hogy ez kék. Aki a türkiszt szereti az tudja, hogy a türkizben van egy nagyon finom árnyalat átmenet a türkiszkék és a türkiz között. És van egy olyan sávtartomány, amit az emberiség egyik fele türkiszkéknek mond, a másik türkiszzöldnek zöldnek mond, holott ugyanaz a szín. Na most, akik nem elég gyakorlottak a relativitás tudományában, azok összeszoktak veszni azon, hogy ez most türkiszkék vagy türkizzöld, hogy egy valamit látnak. Na a zen ezt az ilyenség fogalmával oldja föl. Tehát ez a szín, ez pont ilyen, nevezte ezt türkiszkéktek vagy türkizzöldnek. Tehát te akármilyen nevet akasztasz magadra, én jó ember vagyok, én ez vagyok, én az vagyok, nekem ez a nevem, a felvett, a másik a születési, Ezektől függetlenül te pontosan olyan ember vagy, amilyen. Erre kell nagyon komolyan ránézni, hogy te befestheted magad, elnevezheted magad, beöltözhetsz ilyen szép praktikus ruhákba, ami egyébként segít bizonyos esetekben, más esetekben pedig csak ápol és eltakar. Tehát mi az, amit egy formába tartalomként teszel? innentől kezdve ez egy súlyos kérdés, mert ez az a tartalom, ami a formát fölveszi. A templomi szabályaink tele vannak gyönyörű költeményekkel, és Pajcsang Zemmester egy sorát szeretném idevágóan idézni. Ha holnap meghalsz, milyen testet kapsz? Nem, de mindenek fölött nem ez a legfontosabb? Sies, siess, Az élet és halál nagy művében az idő nem vár rád. A folyók a tengerbe folynak, a felhők felszállnak az égbe. Kicsit azért menjünk végig ilyen irodalmi elemzés módjára egy kicsit ezen. És ö, talán a, azzal kéne kezdeni, hogy nem tudjuk, hogy mennyi időnk van. És van ez a kicsit félreértelmezett mondás, ez a memento mori, hogy elég, elég hogyha kiteszed a koponyát, és akkor emlékezz a halára. Nem, ez nem segít. Emlékezz az életre, úgyhogy emlékezteted magad, hogy most életben vagy. És most van szemed, füled, orrod, szád, ez az egész berendezés, a test, amin keresztül a lélek tud közlekedni a világgal. Van szemed, tehát látsz. Van szád, tehát tudsz beszélni. Van füled, tehát van mivel hallani. Van agyad, tehát van mivel gondolkodni. És ez a lélek ezt a testet valahogy fölvette, sőt, amikor tovább megy, egy bizonyos idő után, felvesz egy újat. Hogyha a nevedre eddig nem kérdeztél rá, rákérdeztél az arcodra? A formádra? Hogy a te lelked miért épp ezt a testet vette föl? Miért pont ilyen arccal, ilyen szemmel? Ne annyira önközpontúak vagyunk, hogy pont ezt a kérdést nem tesszük föl, mert mi vagyunk a legszebbek és a legjobbak, vagy a legundorítóbbak és legalávalóbbak, és ez mind-mind nem igaz. Mert te pontosan ilyen vagy, amilyen, nem szép és nem csúnya. De a világ megmondja neked, ha te nem vagy elég tisztában vele, hogy ki vagy, hogy te most szép vagy, vagy csúnya vagy. Jó vagy, vagy rossz vagy. És ha elhiszed ezeket a neveket, mögé is teszed a tartalmat. Tehát a lelked, a karmádnak ez az összecsomósodott énesült gyűjteménye, ez pontosan ezt a testet vette föl születéskor, anyából és apából kikeverted a génkódot, és ezt a testet hoztad létre, mert a lelked alkatának ez a test alkat felelt meg. Ha tetszik, ha nem. És hogyha változtatsz a lelked alkatán, a vágyaidon, a dühödön, a ragaszkodásaidon, a szabadság elgondolásán, bizony változtat a testalkaton is. Ezt tudjuk, és ez nem kell táplálkozási tanácsadóhoz elmenni. Ezt tudjuk. Sőt, azt is tudjuk, hogy ha a lelked beteg, akkor előbb-utóbb a tested is beteg lesz. És ha a lelked egészséges, akkor a tested is nagyon sokáig egészséges. Úgyhogy milyen testet kapsz, a következő életedben az a mostanin múlik, hogy most mit csinálsz magaddal, most mit csinálsz a világgal, a társaiddal, a családoddal, és ez a karma beléd szépen el lesz raktározva, és ez fogja a következő testet génkódját kikeverni abban a mágikus pillanatban, amikor látszólag csak a vágyak teremtenek. Uh -huh. Nem csak a vágyak teremtenek a dű is tud sajnos teremteni. Negatívan. Pusztulást. Tehát nézd meg, hogy milyen karmához, milyen arckifejezés járul. És alapállapotban nézd meg az arcodat, mert tükrözi azt az alapkarmát, ami benned van. Ez az a hétköznapi személyiség, akinek te tudod magadat. Én az első 90 naposomtól, ami idestől majdnem 30 éve volt, nem vártam különösebben semmit, mert annyira érdekelt, hogy ezt hogy lehet kibírni. És azt vettem észre, hogy soha senkinek az arca annyit nem változott, mint 90 napja meditáció alatt. És ez a mostani tanítványaimra is igaz. Mert ahhoz, hogy bármilyen változást elérj, le kell választódnod attól a karmától, amihez éppen ragaszkodsz, vagy amivel azonosulsz. És ha ezt a leválasztódást meg tudod tenni, a változás nagyon gyors, hogyha ragaszkodsz a karmáthoz, akkor nagyon lassú, vagy éppen teljesen be tud fagyni. És hogy milyen névvel élsz? Milyen formával élsz? Ezt csak akkor látod jól, hogyha visszatérsz a nem névhez és a nem formához. Ez a gyakorlatunk. És aztán ennek a tapasztalásnak a helyes felhasználása, hogy egy élhetőbb önmagadat épített föl. Amíg bent laksz egy házban, nem tudod tatarozni. Ki kell belőle arra az időre költözni. A karmádról le kell választódni mindaddig, ameddig azon dolgozol ezért hozzuk létre az elvonulásokat, ahol nem kell az énségedet állandóan tételezni és bizonyítani, hogy te milyen jó ember vagy, vagy hogy a te neved mögött milyen személyiség van. Nem ez a fontos. Az a látó a fontos, amely egy bizonyos szinten egyenlő lesz tapasztalatban a teremtővel is. De számodra akkor lesz valóságos, amikor eleget gyakoroltál, és a látás és a teremtés találkozik és aki azt hiszi, hogy ez ilyen nagyon-nagyon komoly nyaraláshoz hasonló jó érzés, elárulom, hogy a látó és a teremtő mellett a pusztító és a lebontó ugyanúgy ott lesz. És ekkor a szabadság mellé felelősség is fog társulni, és végre felnőtt módon járunk az úton, és nem úgy, hogy, hogy imádkozunk az, hogy kapjunk valami jót. Hogyha figyeled, a világ nagy része imádkozik, hogy kapjon valami jót. És kész. Tehát ez a gyermeki lét. Jól viselkedem, anyu és apu, jutalmazzatok meg. Oké? Okay? Tehát minden út követhető, de pontosan oda jutsz, amerre ez az út mutat. Most milyen irányba mész? Most hol vagy? Nyugodtan letesztelheted magadat, hogyha már pár hallgató ismerheti ezt a játékot, hogy pár percnyi karmikus munka után, amikor bármit ki és bepakolhatsz magadba, ezzel a lélekkel fájdalommentesen egy új testbe beleköltözöl, és ilyen kis karonülőként újra föl kell nőni, de te tudod, hogy ez a szoftver, amit te most a lelkednek hívsz, az énségednek hívsz, az lesz az új életnek az alapja. Lenne munka? lenne kapkodás, lenne egy kis stressz, hogy mit rakok be magamba, és mit rakok ki magamból, mielőtt ez a fájdalommentes újraszületés bekövetkezne? És ezért érdemes újjá születni, még ugyanebben a testben, és újjávarázsolni magunkat, ami csak munka, semmiféle különleges képességet nem igényel, mert ami képességként kell, az mindegyik kötökben benne van. Ezt hívjuk buddha természetnek, vagy a felébredés lehetőségének. Tehát, ha van szemed, akkor tudsz vele látni is, ha még nem takarod le. Ha tudsz járni, akkor megtanulhatsz táncolni. Ha tudsz beszélni, tudsz énekelni. Ha van önképed, akkor elérheted az önvalódat is. És itt mindenkinek van önképe, mert van neve, van formája, és egyszer csak elmondja magára, hogy én ez vagyok. Ha ez így van, kedves gyakorlótársaim, akkor fel is lehet ébredni ennek az énségnek, az álmából. Úgyhogy, ha ebben segíthetek, akkor tisztelettel várom a kérdéseiteket. Ha az én nevem, mint Katalin, a tisztaságot jelenti, és ha én ezt megtudtam, akkor én ugye ez szerint akarok élni. Szeretnél? E, igen, a és úgy is, úgy is igyekszem. Tehát minden téren. Tehát kívül belül, lakást, kert, lélek, viselkedés, stb., uh -huh. akkor hát hogy is fogalmazzam, hogy ez engem jó irányba vitt. Miután a meg. A környezetet tudtam. kibírja? Nem. Gyere a templomba, mi ezt ott kibírjuk. Annyi takarítani valót adunk neked, meg tisztítani, most vasalni, befőzni, stb. De aki szóval, nem tudja a nevének a jelentését, most ez csak egy példa volt öm, arra, hogy ugye a név mire kötelez, vagy legalábbis nekem. Nem? nem biztos, hogy azt a kötelességet viselni kell. A Katart azt igen, anélkül, hogy Katarba mennél, de a Katarok voltak a tiszták az ókeresztények között. Egy olyasféle csoport, akik tényleg nagyon tisztán éltek, be is lettek szántva. Antiókai zsinatnál már nagyon utba voltak. Tehát nagyon meg kell nézni, hogy a neved mire kötelez. Miért? Mert mutatja a korábbi karmádat. Hogyha elég mélyre mész, akkor látod a neved és a tartalmad, lélektartalmad közti kapcsolatot. De az nem azt jelenti, hogy követni kell. Az azt jelenti, hogy követhető, ha te irányod ez. Tehát itt nem az a kérdés, hogy a kata az tisztaság, az. Katarzis, katar, stb. De mennyire kell megtisztítani azt a padlót, és naponta hányszor? Ez itt a kérdés. Úgyhogy vannak, akik rendetlenek. Ők az antikaták. Őket tudott tanítani kedvesen és együttérzően. Tehát a rend és a tisztaság szeretete az egy nagyon nagy teher tud lenni, hogyha a környezeted ezt nem jól éli meg, és nem veszi tudomásul, és a legjobb, amit mondhatsz nekik, hogy édesem, én helyetted is takarítok. Hát erre nagyon meg tudnak sértődni. Úgyhogy ezt ott tedd, és úgy tedd, hogy te tiszta marad has belül, miközben a környezetedet tisztítod. Mert az a legnagyobb fájdalom, hogyha valaki kívül mindent pucparádéba vág rendet tesz, lepucol, portalanít, fertőtlenít, de a saját duális nézetei, azok beszennyezik a saját lelkét. Ezt hívjuk úgy, hogy ítéletalkotás a másik ember vagy embercsoport fölött. És rosszabb pillanatainkban ezt mind-mind elsütjük belőle. Hogy a másik az rossz, én meg jó vagyok. Csak azért, mert én ilyen vagyok, ő meg olyan. Úgyhogy a tisztaság nagy próbája az a tisztátalansággal való együttélés, úgy, hogy az ne hasson rád hogy az ne határozzon meg téged. Tehát hagyjam gyomosan a kertet, és ne zavarjon? Nem. Mert nem, akkor iszonyú Nem, nem iszonyúan érzem magam. Nem ezt, mondtam. nem ezt mondtam. Hagyd, hogy a szomszéd gyomosan hagyja a saját kertjét, miközben te a sajátodat kigyomlálod. Köszönöm. Nagyon szívesen. Én arra lennék kíváncsi, hogy említetted, hogy bennünk van a látóteremtő, de ott van a lebontó és romboló is. Bizony. És hogy arra lennék kíváncsi, hogy a romboló és lebontó tud-e önpusztító lenni? Tud. Uh -huh. Tud. Hogyha negatív önképe van, akkor nem a saját felelősségét és teremtését ismeri föl, hanem csak determináltságát látja a teremtése által. Ez a teremtő képesség elvesztése, és ekkor válik pusztítóvá. És ezt a legvége, amikor önpusztítóvá válik, az az, hogy föladja azt a keresést, hogy a teremtőségét megtalálja. És ekkor, ahelyett, hogy meghaladná az életet és a halált, belesüljed az élet és halál körforgásába úgy, hogy az életet és a halált azonosítja, és ez az önpusztítás gyökere. És egyensúlyban hogyan lehet ezt tartani? Ezt úgy, hogy most mit csinálsz? Most teremtek, vagy sem. Megtartok, vagy sem. Lebontok, vagy sem. És kötvén az előző válaszhoz, a lebontó fázisnak két kimenetele lehetséges. Tisztítás vagy pusztítás. Általában, hogyha megtisztítok valamit, nem kell elpusztítanom. De ha elpusztítok valamit, azt azért teszem, mert nem tisztíthattam meg. És néha még a szándék sincs meg rá. A megtisztítás az vágy Az elpusztítás az düh alapú. Mindegyik a körfolyamat része. De a dühöt erőszak formájában kapod vissza, a tisztítást az segítség formájában kapod vissza. Köszönöm. Szívesen. Ha spontánok és őszintén tudunk lenni, azt gondolom, hogy az a önvalónak a útja, hogy, hogy megnyilatkozzunk itt, hiszen akkor nem. Vagy vagy? Az őszinteség és a spontánság. Uh -huh. az... De ha az elmét beleszól, akkor te őszintén és spontán pofán vágsz valakit, mert a dühödet nem láttad, de nagyon gyorsan. Tehát gondolkodásig, bum! Őszinte voltál és spontán, de nem cselekedtél helyesen. Tehát ha az elme dualitása nem szól bele, akkor folytasd. A, azt gondolom, az egy alap alapgondolat megint számomra, hogy nyilván másnak nem álltunk soha. Tehát ha ezt a korlátot úgy életvitelszerűen próbáljuk tartani, nyilván, mint szándékos ö, megnyilatkozás, nem fog senkit megütni azért, mert én azt gondolom jónak, hiszen azzal neki ártanék, Akkor... Ö, Biztos? Ezt nem tudom, hogy én dönthetem el, hogy azzal... Csak te döntheted el. ...hogy azzal a neki az, átanék, az vagy, re vagy relatív szabály számodra? Uh -huh. Tehát ott vagy a gyerekeddel egy vidéki házban, vendégségben, és jön egy kutya, még éppen megharapni, így jön a gyerek felé. Úgy, úgy fogod pofán vágni a kutyát, mint annak a rendje. Biztos lehetsz benne. És nem ártani akarsz, de fájdalmat okozol azért, hogy a gyerekedet ne kapja meg így az arcánál. Hogy ő ne okozzon fájdalmat. Pontosan, még nagyobb kárt. Tehát azt, hogy nem ártunk, vagy nem szenvedtetünk, ez egy relatív dolog, és nem mindig tudjuk tartani. Tehát azt nézd meg, hogy pontosan mi az iránya az életnek. Az alapelvek kellenek, a fogadalmak kellenek, az életvitel világosan tartása, igen, de ezt nem lehet abszolút mondatokkal vagy dogmákkal bebiztosítani, mert a legválságosabb pillanatban törnek szét az abszolútnak kikiáltott dogmatikus életelvek. És akkor csattansz, mert kiderül, hogy nem tudod tartani a saját hitrendszeredet, mert túlságosan szorosra csavaroztad. Hogy te soha nem fogsz ilyet csinálni. De hogy nem. Megfelelő körülmények közé kerülsz. húhú, -hú. Nagyon. Úgyhogy az irányt kell tartani. A hozzáállást kell tartani és azt el kell dönteni, hogy milyen emberé nem válsz. Tehát, hogy milyen áron, hogyha mondjuk éhezés következne be, te milyen áron jutnál ételhez? Jutnál-e mondjuk emberélet árán ételhez, vagy sem? Ezt el kell dönteni. Folytasd. Szóval a kérdésemet azt, azt szerettem volna felvezetni, hogy minden gyermek életében, a gyermekek, most nekem kisfiam van. Gratulálom. és köszönöm. Mennyi idős? Három és fél éves, mindjárt négy. Oh, az igen. És látom benne, hogy spontán és őszinte. Amit gondol, mondja, amiben ő benne van, bárkit bevon, aki körülötte van. Én erre a spontanitásra és őszinteségre gondoltam. És van egy pont, amikor ez a gyermeki életben úgymond megtörik, és elsőnek elgondolkozik azon, vagy megállítja az őszintességét, mert azt gondolja ott, hogy hú, ezt nem mondhatom itt ki. Legyen az óvodában, családban, bárhol tulajdonképpen. És az lenne a kérdésem, hogy lehet-e egy olyan teret fenntartani a gyermek számára, attól függetlenül, hogy a világban nem mer, nem tud, vagy nem lehet spontánnak és őszintének lenni, ahol, ahol ez megmaradhat neki, és ez a, ez a, törése nem következik be, és nem, nem, veszti el ezt a, ezt, a, ezt a két képességét, csak tudja, hogy nem mindenütt lehet, de mondjuk szerencsés esetben otthon igen. Hát végül is a kérdés végén kimondtad a választ. Tehát ezt apával és anyával kell föntartania, és nem fogja. Tehát meg kell tartani a bizalmát, ameddig el nem kezd tínédzserkorban lázadni, hogy már apában meg anyában se bízom, mert olyat mond, amit én nem szeretek. Tehát itt a kényszerű szerepfelvételről van szó. Amiért nem merőszinte és spontán lenni mert a traumák, a visszautasítás, igazságtalanság, elárulás, ezek megtanítják arra, hogy az őszintességét és a spontanitásért fizet. Fizet, mert azok a reakciók, amik felé jönnek a világból, azok számára kellemesek vagy kellemetlenek lesznek, és mint minden normális ember a kellemes felé megy, és a kellemetlen igyekszik elkerülni. És ezért nem vállalunk fel konfliktusokat, ezért nem mondunk ki őszintén dolgokat, és a gyerek ezt megtanulja, akkor is, hogyha otthon van egy olyan légkör, nagyon sokáig lehetőleg élethossziglan, hogy édes gyermekem, te nekünk mindent elmondhatsz, amelyből semmiféle károd nem fog származni, nem fogunk ítéletet alkotni, felette stb. Válsághelyzetekben, amikor rossz kerül, hoz egy hülye döntést, hibázik, ez kulcskérdés, hogy jelenten ki tudsz szedni a gyerekbe, hogy mit csinált, és hogy mi a baja. De Amellett, hogy anya és apa ebben teljesen egymás mellett kell, hogy álljon, hogy a gyerek egyként jöhessen feléjük, és ne legyen egy szerep, amit apa felé mutat, egy másik, amit anya felé mutat. Válás esetén ez kőkeményen széttöri a gyereket. Úgyhogy meg kell tanítani arra, hogy hogyan lépjen ki abból a szerepből, amit éppen mondjuk az óvodában játszott. Ez óvónéninek mondtad, ugye? Vagy ezt Pistikével beszélted így? nekünk elmondhatod tényleg úgy, ahogy érzed. A gyereket viszont meg kell tanítani arra, hogy nézze meg, hogy a környezete mit tud ebből az őszintességből befogadni. Az, hogy ő adagolja az őszintességet, az nem veszíti el a spontaneitását, csak megnézi, hogy a partner mit tud befogadni abból, amit ő adna. Mert hogyha az őszintességet túladagolja, már ítélet alá esik. Erre nem vagyok kíváncsi, miért mondod ezt el nem az én dolgom. Hát legalább annyira lássa a befogadót, mint saját magát. És innentől kezdve nem részigasságok, meg félhazugságok vannak. Rájön nagyon hamar, hogy a másiknak pont ennyire volt befogadókészsége, pont ezt szerette volna neki mondani, és eddig, nem tovább. És ezzel elkezdett felnőttét tenni, és nem az, hogy őszinte voltam, jaj, spontán voltam, jaj, mégis egy ütést kaptam érte. Tehát egyrészt fel kell készíteni arra, hogy ez be fog következni, és ő ezt úgy tudja megelőzni sokszor, hogy megnézi a másik felet. Nagyon jól lássa, hogy kivel áll szemben. És nem azt mondja, amit a másik hallani akar. Azt mondja, amit a másiknak szerinte hallania kell, abból az őszinte és spontán üzenetből, ami ekkora, de mégiscsak egy ilyen kicsit mondott el belőle. És ami szerintem nagyon fontos, hogy minél hamarabb ébresszük rá az okés ok okozat működésére. Itt a szülőknél van ugyanez a kötelem, hogy annyit mondjunk el belőle a gyereknek, amennyit lehet, de a gyerekek nagyon kíváncsiak, elképesztően tudni szeretnének mindent a világról, magukról, meg amit nem is tudunk elmagyarázni nekik. És ezen keresztül meg lehet nekik tanítani az ember működését. Hogy hogy működünk mi emberek. Nehogy azt hidd, hogy nem tudja fölfogni. Fel tudja fogni, csak te, mint szülő, óvod a vastörvényektől, a világtól, a nagybetűs élettől, és ez a hiba. Mert akkor te nem vagy őszinte. És pont azt kell adni a gyereknek az igazságból, és annyit, amennyit be tud fogadni. És akkor szolgálod tényleg a felnőttséget, akkor neveled fölfelé, és nem csak ott tartod magad mellett, hogy velem lehetsz őszinte meg spontán, itt nem fogsz megbűnhődni ezért. De azt is meg kell tudnia, hogy a világ hogy működik, a másik ember hogy működik, és akkor szolgálod tényleg a felnövekvését. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? egyik munkahelyemről menekülök a másikra, mindig vagy a főnököm, vagy a munkatársamban találok egy olyan szemét, akivel nem jövök ki jól, és mindig menekülök. Azt hiszem, ha vagy túl szigorú, a másik munkahelyen nagyon engedékeny, a harmadékan agresszív, és hogy nem látok rá, hogy az utóbbi 15 évem ebből telt, hogy igazából menekültem, de nem tudom, hogy mind kéne változtassak. Hát magadon. Én nem érzem magam agresszívnak, sem... Sem. Nem azt mondtam, hogy az vagy. De a menekülés azt mutatja, hogy valamit nem tűrsz. Igen, ez ügyben kérdeztem, hogy Házasság nem... Házasságban hány van? Egy sem. Mert elmenekülünk a társ elől, mielőtt kicsit szorosabbra fűződne a hurok, ugye? A kölcsönös elköteleződés, mert akkor ki kéne bírni. Igen. El kell döntened, hogy a következő életedet ugyanezzel a hendikeppel szeretnéd leélni, vagy ebben az életedben változtatsz rajta. És hogyha szeretnél változtatni rajta, akkor egy idő után le kell tenni így a voksöt az azt, hogy ezt kibírom, szembeállok vele, és nem fogok elmenekülni előle. Legyen az társ, főnök, munkatárs. Tudod, mi lesz? Erősebb lesz -e. Jó, megpróbálom. Igen. Ne ne, 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 ne. Ha megpróbálod, kudarcot vallasz. Csináld. És hogyha lekerülsz a földre, akkor egyszerűen kelj föl. És a leckét megtanulva csinál tovább. És a zen semmi más, mint ez. Hétszer levernek a padlóra, nyolcszor felállsz. Társkapcsolatban is. Munkahelyen is. És tanulsz. És csak elfelejtesz. Elfelejted az ideákat, az illúziókat, és megtanulod a leckét. Úgyhogy Senkinek nincs ellensége, csak megtanulatlan leckéje. És ez a megtanulatlan lecke, a visszautasított tananyag, ez egy ember vagy embercsoport formájában felé jön. Köszönöm. Szívesen. Köszönöm. Kicsit visszakanyarod vagy a család témához, hogy mi választjuk meg, ahol leszületünk. Legalábbis én így gondolom. És mi van akkor, hogyha elég hamar, mondjuk 13 éves korábban az ember, hogy nem jó helyre jött. Akkor az azt jelenti, hogy valamit nem látott. Te, és csak, hogy, hogy csak hogy elmondjam, hogy ennek a háttere, hogy nem éreztem soha azt a kötődést a szüleim iránt, és nemrég ment el édesanyám is, hazament, és uh, újra följött az érzés, hogy se a házasságomban, és a mostani házasságomban, viszont egy olyan családba jöttem, ahol az első pillanatban a nem saját gyerekeim is sokkal közelebb kerültek hozzám, mint a gyermekeim, három saját gyermekem van, uh, akár az apósom, vagy a, hát a feleségem, és ezt uh, tudatosan éreztem, és nem bántott senki, mindenki segített, csak egyszerűen nem tudok ezzel az érzéssel mit kezdeni, hogy ez most mi. Ez azt jelenti, hogy a vérszerinti karmád gyengébb a csoport csoportkarmánál. Tehát a felvett kapcsolatok, lásd, uh, újabb házasság, vagy újabb társkapcsolat sokkal erősebb, mint a család, illetve az első házasság, amit alapoztál. Ezt úgy hívjuk, hogy otthon elhagyó karma. Annyira gyönge a kötődés az otthonhoz, hogy nagyon hamar vagy kirepülsz, vagy szembefordulsz azokkal az értékekkel, folyamatokkal, emberekkel, akik az otthont alkotják. Tehát volt olyan szerzetes, akit az apja minden nap vert. És 16 éves korában eljött otthonra. És 28 évesen lett szerzetesnő, és beszélgettünk, és azt mondta, hogy 10 évig tartotta, míg az apjának megbocsátott, de egyébként az útra nem került volna rá. Az apja annyi mindent kivert belőle, és annyira elidegenítette a családtól, hogy neki nem maradt más választása, mint ez. Csak annyit tennék hozzá, hogy ne értsétek félre, teljesen normális családban nőttem föl. Én extrém példákat Csak... hozok azért, hogy nagy legyen jó, és tóz jó. legyen. Pontosan. Jó. Tehát ez nagyban és nagyon jól láthatóan azt jelenti, ami normálisnak tűnő esetben, még mindig egyfajta maradványkarma, és ez azt jelenti, hogy nem kötődhetsz hetsz az otthonhoz. Tehát neked más utad van, mint a puszta, azt mondom, korban, korszakban tipikus családalapítás. Más dolgod van, nekem is más dolgom volt. Én is a családalapítást és a gyermekáldást pont egy Szaturnus ciklussal későbbre tettem, mert nekem más dolgom volt 28 évig. És ezt el kell tudni fogadni. Te is ismerem az életed egy jó darabját, másban találtad meg magadat. És persze ott volt az, amiről beszélsz, három gyerek és a házasság, de nem tudták kötődni rendesen. És ilyenkor fel kell tenni azt a kérdést, bármennyire fájó két oldalról, mi a dolgom és ki a fontos. És ez néha szívettépő tud lenni. Úgyhogy semmi baj az otthon korai elhagyásával, de ezt lehessen úgy tenni, hogy ne kelljen visszanézni, ne kelljen hibát elkövetni. Tehát én Ázsiában olyan megalapozott szerzetesi karmákat láttam, hogy hihetetlen. A család már tizenéves korától tudta a gyermekről, hogy nagyon ez lesz az útja. Voltak testvérei, tehát nem egykeként született, és elengedték, sőt segítették. És ez egy nagyon fontos mozdulat, hogy hogy lépsz ki valahonnan. Mert hogyha a dualitásoknak a kőkemény, kényszere visszahoz egy láthatatlan gumiszalag formájában, akkor nem jól léptél ki onnan, mert egy olyasféle maradványkarmát teremtettél, amiért később vissza kell menni. Úgyhogy ezért nézzük meg az oldás és kötés műveletét, hogy hogyan oldunk és hogyan kötünk. Mert ha nem jól kötünk, nem tudunk együtt maradni. Ha nem jól oldunk, akkor mindig visszacsapódunk egymáshoz, holott már nem kéne. És ez az oldás és kötés, ez csak akkor működik, hogyha a tudatosság nagyon magas szinten van, és a lélek energiája az szintén magas szinten van. Képzeljünk -e egy ötvözetet. Te 800 fokon te nem fogsz acélt ötvözni, 1200-on talán meg a fölött. Úgyhogy mennyire hiszel abban a kapcsolatban, amelyikben vagy? Ez a hit adja meg, hogy igen, veled kellene, akkor veled leszek. Bármi történik, veled leszek, mert van egy olyan feltétel nélküli magva, ami a feltételhez kötöttet mindenen keresztül viszi, mindenen. A hitrendszerben ugyanez van, ezt is tapasztaltad. Úgyhogy nézd meg azt, hogy mi az utad, mi a fontos, és hogy ki tud társad lenni ebben. Ez fog dönteni. Nem tipikus a családi karmát, te nem tudsz csak úgy otthon üldögélni. Menni kell. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? óriási probléma, mert sokféle embert hallgatok, és nagyon sok helyen ugyanazt mondják, ahogy magadon változtas, vagy legalábbis így értettem, hogy ne a, a ilyen főnök, olyan főnök, amelyet te alkalmazkodj hozzá. Azt nem tudom, hogy alkalmazkodj hozzá. Viseld el, igen, jól mondom? Viseld el, Viseld el. Az Jó, igen, igen, igen. 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 egy kicsit olyan is leszel, ha csak elviseled, biztos. Tessék. Konkrét eset, szomszédban 15 kutya, állandóan ugatnak. Én hogy tudjam ezt eltűrni, vagy alkalmazkodni. Kell tisztítani a jogi viszonyokat. Elfér-e az a 15 kutya a szomszédban, vagy esetleg az állatkínzás minősített Nem, állatvédő. Maximálisan állatvédő. Az baj. Mert hogyha a 15 kutya tulajdonosa állatvéd, akkor ismeri a szabályokat, és nem lehet ráhozni a rendőrséget. Pontosan. Akkor De nem marad is akarnám. a tárgyalásos rendezés, hogy te azért nem fogsz hatalmas, 600 wattos hangfalakon klasszikus zenét beállítani az ablakodba és bömböltetni azt, mert ők visszafogják a kutyákat. Tehát itt a szembenállást el kell vállalni. A szembenállás még nem szükségszerűen konfliktus. A szembenállás azt jelenti, hogy az ellenvéleményel így leülök, meghallgatom és megkérem, hogy ő is hallgasson meg engem. Ebből a szembenállásból lesz, vagy konfliktus, elküldjük egymást melegebb éghajlatra, ez a dű alapú megoldás. A másik, a vágy alap, hogy mind a kettőnk valahol megkapja azt, amit akar, és akkor harmónia lesz a szembenállásból. És ezt a szembenállást ezt nem szoktuk szeretni, a félünk ettől. Tehát akkor egy olyan életrend, amikor tényleg akkor vannak kint a kutyák, amikor, tehát nem csak úgy bármikor, nem csak tudsz hozzá alkalmazkodni, hogy akkor te mondjuk, fejhallgatom, Beethoven-t hallgatsz. Tehát így. Uh -huh. Vagy pedig ö, olyasféle életrend, hogy megkezdjük egymás életének a megismerését, és alkalmazkodunk valahol egymáshoz. Mert különben csak a jardot hívogatjuk ki egymás után, és mindig, jó? Nagyon örülök, és hálás vagyok, hogy hat éve anya vagyok, van családom. Az, ami mostanában nagyon sok ö, energiámat igazából elveszi, hogy ö, hat évvel ezelőtt. Ö, még a lelkemmel én úgy gondolom, hogy együtt tudtam működni, tehát maga a célokat, a terveket. Most viszont nem működik. Igazából az a kérdésem, hogy célok és tervek nélkül lehet-e az ember boldog? Nem. Vagy? nem. De minél jobban csak saját magáról szólnak a céljai, annál kevésbé lesz boldog, ha beteljesíti őket. Igen, én arra gondolok, hogy igazából számomra a boldogság, tehát valamilyen szempontból egy fikció, elképzelek egy boldog családot, és abban a boldog családba nem fér bele, tehát mondjuk egy veszekedés vagy egy vita. Bizonyos... De miért nem férne bele? Van, egy, van olyan, hogy egy család attól boldog, hogy rendszeresen havonta egyszer veszekszenek. Jó, igen, Tata. tehát van ilyen is, csak hogy azt gondolom, hogy, hogy megvan a mértéke, legyen 50-50 százalék. -50 tehát, hogy, tehát ami... Miért a... fikciókban gondolkodsz? Miért nem csinálod meg? Csinálj egy boldog családot, nem fikciókban gondolkoz ideálképekben. Igen, és az hogy kell? Hát úgy, hogy törlöd az ideálképeket, és marad a valóság. És ez csak így simán törlöm, és, és Úgy, kész. Simán törlöd, igen. És elengedek a... mindent. Nem mindent, nem mindent. Nem mindent. A valóság Atomik... megmarad, az illúzió eltámozik. Atomik terveim és céljaim lehetnek. Legyenek. 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 Mert anélkül nem ember az ember. De minél jobban rólad szólnak azok a célok, annál kevésbé fognak boldogítani. Ezt az előbb elmondtam. Tehát nézd meg, hogy a család miért van csak azért, hogy fizikailag szaporodjunk? Vagy talán azért is, hogy egyéb értékeket is létrehozzunk? Mert ha igen, hogy ez a plusz, ez a mentális plusz mondjuk ott van, akkor egy olyan társ kell, akinek közös képe van erről. Tehát legjobb esetben is csak egy fél boldogságot tudsz önállóan elképzelni, a másik fel az a társad. Ezért nem kell fikciókba bocsátkozni. Mm. És ezért kell nagyon jól látni a másik embert. És nem az, hogy ő kész termékként legyen olyan, hogy te ezt kiveszed a Tesco-gazdaságos házasságdobozból, és akkor felbontod, és rajta van a vonalkód, és egy év gari, amíg visszamehettek az anyakönyvezetőhöz. Á, dehogy. Ez olyan, hogy megnézed benne a változás képességét. Az van. Van. Bőven. Van. van Mióta tudod ezt? Nagyon régóta, a kezdetektől. Az mikor volt? Már hat éve. Már hat éve. Hát akkor hat év alatt azért tapasztaltatok el meleget. De így van. Tudsz benne bízni? Igen. Na hát akkor ez kell. Itt ő melletted? Igen, igen. Jaj, de jó. Szóval azért, azért fontos ez, mert te akármilyen alapon választasz, nem látod, hogy az okosság csomagban mi van, a férfi nem látja, hogy a szépség csomagban mi van ezeket a mélységeket nem lehet látni. Nagy ezt azért, mert egymásból hozzuk ki ezeket a karmákat, hogy, vakarodnak vakarod a kis fejedet, hogy ezt hogy? Tehát ezt én hogy tudtam kihozni belőle, meg ő ezt hogy tudta kihozni belőlem? Tehát hogy én, én, hogy váltam egy pillanat alatt az ő magatartásának a következményévé, és nem tudok szembenézni magammal a tükörben. Spontán és őszintén. Hogy? Tehát nézd meg, hogy kivé válsz a másik mellett. Nézd meg, hogy ő kivé válik melletted. És ekkor van felnőtt üzemmódú kapcsolat. Nem csak add meg nekem azt a tökéletes társat, vagy majdnem tökéleteset, akit én szeretnék, és akivel olyan boldog tudok lenni, utána eldobom az utca sarkon, mert unalmas, mert eseménytelen, és akarok egy jobbat. Mert te is jó vagy, de lehet, de lehet hogy ő jobb. És akkor eldobom, mert kell egy jobb. Oké? Okay? Szerencsére ezen azért a csikó évek után túl van az ember. Van egy ilyen, hogy mindenki kell, de senki jó. Ezt mindenki átélte adott 20-30 éveiben. De amikor ezen túl vagy, akkor vagy felnőtt a kapcsolatban. Tudunk-e közösen változni, közösen fejlődni? És ez azon az értékkészleten múlik, amely a családban az érzékszervi síkon túl van, hogy már nem csak arról van, hogy mennyi van a kasszában, mit teszünk, hány gyerekünk van, stb. Ez az érzékszervi sík. Mi van-e fölött? Van-e például közös hitrendszer? És itt mondjuk a hitélet és a család élet közti viszony az egy kicsit rávilágít a kérdésedre. Tehát van-e közös értékrend? Mert ekkor lesz utána közös életrend. Tehát a hitrendszer, értékrend, életrend, ezt azért tessék nagyon jól megjegyezni, mert ezek így szépen egymástól függenek. Ha te nem hiszed, hogy a meditáció valamire jó, mert nem tapasztaltad soha, nem fogsz hajnalban fölkelni. Nem fogod az értékrendedet úgy beállítani, hogy neked a meditáció, mint mentálhigiénés foglalkozás az elsődleges, és ezután következik minden más. Úgyhogy az út egyszerű. Meg kell határozni az irányát, és menni kell rajta. Közösen. És aki melletted van az úton még hat év múlva is, az az úti társad. Hurá! Tessék menni! Köszönöm! Szíves! Lesz. A lelki problémák után, hogyha a lélek beteg, akkor ugye megbetegszenek a szervek Előbb is. Előbb-utóbb. Hát ez, ez megtörtént nálunk. Elég komoly pszichés problémák és krombetegség alakult ki. A fiamról beszélek, aki 26 éves, és nagyon sok helyen voltunk már, nagyon sok orvosi papírunk van, senki nem tudott eddig rajta segíteni. És az a legrosszabb az egészben, hogy ő magán sem akar igazán segíteni. Hogy ilyenkor mi mit tehetünk, mert tulajdonképpen mi csak nézzük, ugyanúgy szenvedünk lelkileg próbáljuk valahogy kezelni, ahogy tudjuk, de nagyon nehéz, főleg azért, mert ő nem akar változtatni. Tehát, hogy... ha ő nem akar változtatni, és nem ez az első ilyen eset, akkor sajnos csak kísérni tudjátok gyógyítani, amennyire lehet, amennyire engedi, de ne azonosuljatok a karmájával, és tudom, hogy ez egy iszonyú nehéz kérdés. És ö, ilyenkor, ha kell váltott üzemmódban, hogy az anyja és te de nektek kell mentálhigiénés foglalkozásokra járni. Hogy a ti tudatotokból tisztuljon ki ez a karma, áthárítottan ti is részt vesztek ebben a betegségben, az azonosulás mértékéig. És hogyha ez benne ennyire erős, és bennetek az azonosulás egy bizonyos fokot elér, követni fogjátok. Ez az áthárított karma. És lehet itt valami változás? Mert annyira nem látunk semmit. Tehát amikor ő nem ő bármit... akarja belül, addig nem, de azt nem tudhatod, hogy mikor billen át a karma belül. Hát tulajdonképpen azt várjuk, hogy magától mikor lesz egy ilyen átbillenés. Mert eddig még... nem nagyon tehettek, mint az, hogy a homeosztázist föntartjátok, és erre az átbillenésre valamilyen szinten vártok, de ne nagyon. Tehát úgy kell élni az életet, hogy nem csak erre vártok, hanem ez az élet része, hogy hát ha. De... Nézd meg, hogy mit hozott ki belőletek, mint szülőpár a gyermeketeknek ez az állapot, hogy milyen emberré tett, és ott valami feladat el van rejtve, mert nem született volna hozzátok. Erre ezt mi is így gondoltuk, és ezen a spirituális úton vagyunk. Némileg ez segít, ez segít egyébként. Hogy és... rátett az útra ez az állapot, és ez az elképesztő közelség, amiben látjátok ezt. Igen. És ez némileg erősít minket lelkileg, tehát érezzük, és folyamatosan próbálunk. Például ez az erősödés biztos, hogy feladat anyának is, és apának is. Igen. Ez biztos. Jó, köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Nekem kettő kérdésem lenne. Házi gazdának lehet. Tessék. <laughs> az egyik az, hogy egy fél éves gyermek mellett hogyan lehet gyakorolni. Az éneklés az, az a napi rutinunk része, de a Többit, úgy. Nektek nem a formális meditáció kell most. Amennyit apa be tud segíteni, hogy te esetenként ülhess, énekelhess, az bőven elég. Az otthonért, a gyermekért a nő, az anya a felelős, mert egyszerűen ez a létmódja. És a férfi pedig az otthon körüli világot igazgatja, onnan hozza haza a vadat, azt az otthont védi, és a többi. Úgyhogy ilyenkor a férfi gyakorlata az erősíti a családot magát is, mert a nő ugye anyateljel táplál, a férfi viszont a tudati táplálékkal, vagy a lelki táplálékkal táplál. És ezt el kell tudni osztani a forma szintjén. Az, hogy te kevesebbet tudsz formálisan gyakorolni, az a semmi baj nincs. Csak az a fontos, hogy a gyerekkel milyen tudatállapotban vagy és ehhez kell az erősítés, kell a tisztítás, hogy még fáradtságod legrosszabb pillanatában sem mondj ítéletet a gyerek fölött, vagy ne címkézd föl. Hát ezt annyira megcsinálják rutintalan anyukák, hogy nagyon. Úgyhogy a meditáció tárgya, célja az a gyerek. Ő a kis buthád, És ő neki kell a mantrát mondani és nem elkülöníteni minden mindennapi élet egyébként tényleg tiszteletre méltó fáradtságos erőfeszítését, a 24 órás éberséget, ha kell, és azt a gyakorlatot, aminek minden egyes elemét be tudom neked építeni a gyereknevelésbe. Fogzás, éjszakai praxis. Ugye? Üm, intenzív hét, az egy betegség. Amikor napokig nem alszom, a gyerek lázas. És akkor hűteni kell, meg táplálni kell, nézni kell az állapotát. Elvonulás. Az gyakorlatilag az első három hónap. Úgyhogy ez a gyermekágyi időszak éppen kb. 49 nap körüli, ami egy kölcsöfele fele nagyjából ezt könnyen meg lehet egy gyermekágy kettőre hosszabbítani, és akkor már ott van a három hónap. Az első három hónap egy olyan védett időszak kell, hogy legyen, mint egy, mint egy, generikus elvonulás, ahol tényleg a kis buthádat véded. Napi takarítás, hát ez felér 108 leborulással sokszor. Ez tényleg így van. Formális étkezés. <laughs> ugye? Sorolhatnám. De ha ezt így csinálod, hogy tiszta tudat, rendes ház, mert ezt Kata kiteheti, tiszta tudat, rendes ház, akkor, akkor tényleg a, a kisded testi és lelki tisztaságáért, tehát minden egyes mozdulat, testileg, lelkileg, szellemileg, az a gyakorlatod. Fordítva, amit itt anya tesz ezen a területen, az nagyon megmutatja az ő minőségét, hogy ő milyen anya. Oké? Okay? Úgyhogy nem kell külön elmenni a kis üzemanyagtöltésen kívül semmilyen formás gyakorlatra, apjukkal beszéld meg, hogy na, most egy picit ringassad, elmentem ülni. Jó? A második kérdésem viszont arra irányul, hogy ugye nem tudok úgy gyakorolni, hogyan eddig, Ö, egyszer a fehér színhez idomulok, egyszer meg a piroshoz. És így, tehát így túl azonosulok ö, emberek gondjaival, érzéseivel, és mindig az valamit... Ö... Ez az anyai tudatállapotból fakad. Ilyenkor tudatosítanod kell, hogy akivel túlságosan azonosulsz, az nem a gyereked. Tehát túlságosan nagyra van nyitva a fókusz. Tehát az egyetlen egy olyan lény, akivel ezt meg kell tudnod csinálni, hogy minden porcikáját érzed, és ha neki fáj, neked is fáj. Ha ő boldog, te is boldog vagy, az most a gyerek. Senki más. És akkor a fókusz ott lesz rajta. A férj ugye, apuk annyit kap, amennyit egy apukának kapni kell, de nem annyit, amit egy gyereknek kapni kell ebből. Oké? Okay? Ugyanaz, mint az előbbi spontán és őszinte kérdésre ebből az elképesztő együttérzésből, amire ilyen szinten csak az anyák képesek, az életüket adják egy másik emberért, így spontán, azon nyomban, ha kell, ez csak anya. És hogy a világ ebből mennyit kapjon, ahhoz kell egy olyan bölcsesség, hogy pont most kivel állsz szemben. Mennyi kell ebből neki, és kiderül, hogy töredék ahhoz képest, ami a gyereknek kell. Jó? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy a legjobb barátnőmmel szoktunk veszekedni, és. Olyat is tudsz. Wow! Mondjuk én meglátok egy pillangót, ami fekete-fehér, és ő meg csak megpillantotta, és rávágja, hogy a fehér, és kiderül, hogy szeret velem veszekedni, és nekem az rosszul esik. Ő igazi barát-e? Hát ő egy veszekedős barát. Tudsz veszekedni? Mondd meg, légy szíves. Beled, mikrofon. Igen. Hogy kell? Megtanítod nekem? Hogy kell jól veszekedni? Mondd el. Hogyha Másik elkezdi, akkor te meg folytattad. Ez nem veszekedés, nem ez vagy. együttműködés. Másik elkezdi, te folytatod. Mit? Mit kezdett el a másik, és mit folytattál? Mondja. A veszekedést. Istenem. Ki kezdi? Ő szokta kezdeni? Vagy te szoktat kezdeni? Néha én, néha ő. Nagyon jó. Most játsszuk azt, hogy te kezded el. Én vagyok a barátnőd. Kezdj el velem veszekedni, légy szíves. Segítek. Milyen színű ez a bot? Barna. Szerintem türkiszkék. Nem értek veled egyet. Ez egy türkiszkék zám volt. Erre mit mondasz? Nem az barna. Türkiszkék. Barna. Nem szeretlek. Mert nem látod jól. Te azt mondtad, hogy barna, szerintem türkiszkék. Nincs igazad. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Erre mit szoktál mondani? Vagy mit érzel? Szerintem te csak veszekedni szeretnél velem? Nem, nem. Én tudom, hogy nekem igazam van, és neked nincs. Bizony. És mi van, ha fordítva van? Túl sok lehetőséget adtál nekem. A kérdés feléd most kiléptem a szerepből, ismét én vagyok. Feléd az a kérdésem. Te szeretnéd ezt vele így folytatni, vagy be akarod fejezni? Be szeretném fejezni. Nagyszerű. Akkor most segítek neked. Te láthatsz az ő szemével? Nem. Oké. Okay. Ő láthat a te szemeddel, hogyha ilyen. Én... Nem. Ugye hogy nem? Akkor elmondhatod azt, hogy az én szememmel ezt barnának látom. Te nyugodtan lásd a sajátoddal, a türkiszkéknek. És vége. Oké? Okay? Oké. Okay. Nagyszerű. Így kell csinálni, és ezt használhatod többféle helyzetben, mert a barátság azt jelenti, hogy elfogadjuk, hogy ha a másik szemével látunk, akkor is ugyanazt látjuk, mint a sajátunkkal. Nagyon sokáig ez így megy, akkor nem lesz a barátnőd. Hát volt már olyan eset, hogy nem akartam már lenni a barátnője, mert nem tudtam befejezni, mert nem hagyta, hogy szóljak. És akkor mit csináltál? Mondjad. Egy kicsit ott hagytam gondolkozni. Nagyon jó. Meddig hagytad ott gondolkozni? Sokáig? Hát néha sokáig, néha nem. Nos, mi dönti ezt te, hogy meddig hagyjuk őt gondolkozni, ha veszekszik velünk? És megint mondok neked egy nagyon fontos mondatot. Nyugodjál te meg, attól majd megnyugszol. Jó. Ismerős. Anya szoktam mondani. Vagy jó, látod, családban megvan. És ekkor, hogyha nem engedi befejezni a mondatot, akkor te. Egy adott szépséges pillanatban, amikor úgy érzed, hogy már más választásod nincs, mondod ezt a mondatot, és engeded, hogy amíg te távol vagy tőle, akkor ő megnyugodjon. És amikor visszatérsz hozzá, akkor ő nagyon dühös, mert nem tudta kire rátolni az indulatait, nem tudta kinek a fülét tépni, és megint veszekedni akar veled. És akkor mondhatod, látom, még nem nyugodtál meg. Adok még egy kis időt, és akkor megint teszel egy kört. Megkérdezem tőle azután, hogy lenyugodtál -e? Ezzel lehetőséget adsz arra, hogy azt mondja, hogy nem. Ezt nem kérdezném meg a helyetben, hanem megint megpróbálnék valami másról beszélgetni vele, mondjuk a lepkékről. Hogy számára tényleg van-e csak fehér lepke, vagy esetleg fekete-fehér? Nézd meg, le kell tesztelni, az élet folyamatosan tesztel minket. És elárulom, hogyha tényleg a barát nőd, akkor egy idő után elismeri, hogy felesleges veled veszekedni. És értsd meg, nem neked kell nyerni, de ő se nyerjen. Oké. Okay. Nagyon jó. Kitűnően csináltad. Nagyon örülök, hogy ezt megkérdezted. Egyéb kérdés bárkitől? Volt egy kérdés a célokról és ez eszembe juttatta, hogy nekem igazából az életemben nem voltak nagyon céljaim. Nem volt rendben a hitrendszerem, az életrendem és minden, és a tempomi élet az sokat segített ebben. Viszont nem tudom, hogy hogyan tudok helyesen ránézni a jövőmre, hogy, hogy nem gondolkodva, mert már áprilisban éreztem, hogy hosszabban szeretnék maradni, viszont hogy, hogy hogy, már, hogy, nem az fontos, hogy másoknak mit mondjak, hogy meddig maradok, csak hogy nekem ez tiszta legyen, hogy mi a céljaim, hogy ezt hogy tudom helyesen látni. Hát szerintem az alapcélhoz kell visszatérni, amely mondjuk a zen esetében nagyon egyértelmű, ébredj föl és segíts másokon. Na most, ha az ember ebbe belekóstol, akkor látja, hogy ennek vége sosincs. A bóthiszatva sose lesz munkanélküli jelenleg ez a 8 milliárd egyed itt a Földön sokkal gyorsabban termel elképesztő mennyiségű szenvedést, ahhoz képest, hogy hányan dolgoznak azon, hogy ebből fölébredjünk, és valami más életmódot éljünk, mint egymás szenvedtetése a saját magunkat is. Magyarul munkanélkül is sose leszel. Ez biztos. De az, hogy neked az életedben ez az életszakasz meddig tart, ez csak te döntheted el. Tehát akinek ez életformává válik, és így ilyen szellemileg visszamarad, az nem megy máshova, mert ez lett az élete. Semmi több. És ez elég. A templom élet azért érdekes, mert sem a nagy lefele zuhanás, sem a nagy fölfele kiugrás nem teszi lehetővé. Tehát ebből az ember nagyon ritkán lesz milliárdos. Vagy ilyen sztár. Vagy bármi olyan, amit az emberek itt a különböző honlapokon látnak, és több milliós nézettség meg ilyenek. Ez nem lesz. De olyan se lesz, hogy eltűnsz a több százmillió nincstelen szegény között, mert éppen nem volt értékrended, és ha külső értékrendet nézel, és belső értékrendet nézel, a kettő egymáshoz tartozik. Tehát, ha belül nincs érték, kívül sincs. Nézd meg, tehát mindenki a saját vermét ássa, a saját járművében ül, vagyis a saját lajtorjáján megy fölfelé. Nincs különbség. Amíg ez az irányod, mert a hitrendszered ezt visszaigazolja, addig őszinte a dolog. És minden nehézségen át tudsz menni, mert hiszel benne. De hogyha nem, akkor már csak szerepet játszol. Ez szerintem téged nem fenyeget. Pontosan azért, mert olyan szerepekben voltál kényszerűen korábbi életszakaszodban, amiből nem győztél kilépni. És ezt a folyamatot jól viszed. Úgyhogy csak csinálni kell, az irányt kell tartani, és a tapasztalatok azok megmutatják, hogy magadból mi az, amit le kell adni, és mi az, amit meg kell tanulni, be kell emelni ahhoz, hogy az úton sikeresen haladhass. Elárulom, ez még 30 év után is ugyanez. Miért? Az, aki azt hiszi, hogy ő lezárhatja ezt a folyamatot, az úgy megreked az úton, mint a defektes kamion. Ez egy kezdettelen és végtelen út, de az ember dönti el, hogy mikor lép rá és mikor lép le róla. Tehát amikor rálépsz az útra, úgy tűnik, hogy megkezdődik. Miért? Mert te ráléptél. És amikor az úton megrekedsz, feladod, elcsüggedsz, lelépsz róla, akkor számodra megszűnt az út. Úgyhogy ezt kell figyelni, és amíg tudsz benne hinni, azaz egészséges önbizalmad van, mert helyes önképed van, és helyes karmát hozol létre, addig minden más orvosolható, és, és minden hiba javítható. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Itt. Azt tapasztalom sokszor, hogy valahonnan érkezik egy tudás. Valahonnan? Uh -huh. És ezt a tudást szeretném átadni, és sokszor kapom azt, hogy a mondandómat nem értik meg, vagy nem értik. Lehet, meg. hogy egy kicsit vissza kell adni oda, ahonnan az jött. Oké, okay. és ezt hogyan lehet megtenni? Hát meg kell találni a feladót a csomagon. Tehát van olyan, hogy megkapsz egy tudást, de nem te vagy a gazdája. Ha nem a te tapasztalatod, valaki másnak az ideája. És hogyha ezt ilyen ideaszintjén szintjén te egy futár akarod átadni, az emberek nem hisznek neked, sőt, nem is nagyon értik, amit mondasz, mert nem szűrted át magadon, nem lett a tiéd, nem vetted kézbe, hanem csak továbbadod. Most gondolkodsz, vagy tudsz? Most üres. Ó, nem. Tehát ilyen szemmozgással nincs üresség. Gyakorlatilag egyszerre három helyen voltál, vagy négy. Nézzük, hogy a tudás az Igen. mit szolgál. Tehát minden szó, amit hallasz, és látsz tőlem az adásban, az a tudás azt szolgálja, hogy te ide eljuss. Hogy ebben meg tudj bízni. Hogy ez megálljon botütés nélkül is, mint tudatállapot. Ezért más, mint a puszta rendszerépítés, a puszta doktrína, a puszta vallás, vagy ilyesmi, vagy filozófia, vagy tudomány, és szerintem ezért sokkal élvezetesebb is, mert nem halsz meg az unalomtól. Ezért nem tudok buddhista szútrákat olvasni, ezt nehezen hiszik el, de ezeket a hosszú szútra köteteket én nem olvastam. Uh -huh. Tehát egy ilyen teljesen barbár zen képződtem, és hozzá hozzáolvastam bizonyos dolgokat, hogy itt Európában, ahol a tudást nagyon nagyra becsüljük, de a nem tudhatóról egy fikalcnyi tapasztalatunk sincs, nek az egésznek legyen becsülete. Már látják, hogy hú, ez miket tud. Te? Akkor azt is elhiszem, amit nem tud. Amerikában ennek a századától már a falnak mennének, mert nincs rájuk szükség. Tehát az egész tudásanyagra, a rendszerépítésre nincs, nincs szükség. Elmondod, Érzi, csinálja, kész. Ázsia fordítotja. Ott a nyugati csak házi feladatot old meg. És hogyha jól csinálod a házi feladatot, hát megsimogatják a kis fejedet, hogy jó tanítvány vagy, és kész. De nagyon sok ázsiai szemében ezt nyugati nem tudja. Soha. Ez úgy, mint ők, soha. Úgyhogy nézd meg, hogy az a tudás, az érette benned, a tiéd lette, átszűrted-e magadon, uram, hogyha megszenvedtél-e érte, uh -huh. létrehozott-e benned egy új embert, uh -huh. ezeket mind meg kéne nézni. És akkor kezd el hiteles lenni az átadás, hogyha az belőled és rajtad keresztül egyszerre jön. Uh -huh. Amikor már nem kell gondolkodni rajta, csak úgy, megjelenik. Uh -huh. Oké? Okay? Okay. És akkor tudsz vele segíteni másoknak. Nagyon fontos, hogy ez a tudás Tényleg szolgál-e valami nagyobbat, mint önmaga? Ha a tudás csak a tudás szolgálja, az nagyon könnyen énes lesz, egy zárt rendszer lesz. Az, ami fölfele nyitott, az mindig valami többet, mást szolgál, mint önmaga. Ez is fontos. Tehát nézd meg, hogyha tudod, miért tudod, mit szolgálsz vele, kit szolgálsz vele. Oké. Okay. Okay? Okay. Utolsó két kérdés, hogy és a döntésről szeretnék kérdezni tőled, hogy az intuitív döntés általában ugye az a legcélra vezetőbb, vagy a -a. ami... Nem biztos. Nem biztos, de akkor honnan tudjuk azt, hogy az, az a megérzés, ami jön, hogy az a megérzése, vagy csak egy elme trükk? Ha az elmének a trükkje, akkor jön mellé egy másik megérzés, az vitatkozik az elsővel, arra jön egy duális reflexió, annak van egy forrása, van egy kimenetele, van egy célja, van egy folyamat, tehát az elme által nagyon jól definiálható valami. Az intuíció nem cserélendő össze az értelmi és érzelmi intelligenciával. Ha tényleg az intuitív tudás erősebb, vagy intuitív nem tudás, ezt nehezebb elmondani, akkor az értelmi és érzelmi intelligencia ezt szolgálja. Tehát az értelmi és az érzelmi artikuláció az intuitív ráérzést, vagy megérzést artikulálja és kommunikálja. De egyet tudj, az intuíciónak felelhető külön forrása nincs. Úgy tűnik, mintha a semmiből jönne, és a semmibe menne. Mert a nem tudható közvetlen megnyilatkozása az intuíciód az igazi önvalód csorbítatlan, duális torzítás nélküli működése az intuíciód. És éppen ezért a valóság egészével van kapcsolatban, és egy onnan jövő szikra, nem pedig az elme működésnek egy rendszerszerű vagy rendszertelen forrásából lesz egy részigasság, egy részleges ráérzés, rágondolás, és utána pedig egy újabb állapotba átmegy. Tehát duálisból duálisba részből részbe. Az intuíció teljesen más. Az egészből, a megnevezhetetlenből, a nem tudhatóból jön, marad, egész addig, amíg a lehetőség el nem ment, hogy ezt te beépítsd, megélt, kommunikáld, és utána eltűnik. Az elme, amiféle, bármiféle impulzust ad, úgy adja rá a következőt, hogy azon nyomban önképváltás van, hogy megtetted vagy nem. Hogy te jó vagy, vagy rossz vagy. Hogy ez helyes volt, vagy helytelen volt. Az intuíciánál semmiféle duális visszhang nincs. Onnan látod, hogy nem az énből jött, hogy enged hibázni. Azt csinálsz, amit akarsz. De az ok és okozat törvénye kőkeményen megmutatja, hogy most el lehetett engedni, és akkor az is rendben van, hogy meg kellett volna tenni, ki kellett volna mondani, mert most elmulasztottál egy lehetőséget, és lejjebb mentél egy szinttel. Hogyha te teljesen egy vagy, és tiszta a tudatod, az intuíciónak nem kell megszólalnia, mert csendben is megy. Ha megszólal, már akkor emlékeztet valamire, amely, akkor mozdult a fókusz. Mert meg kellett szólalni a belőle, hogy hello! Csináld ezt, csináld azt, mondd ezt, érezd azt, stb. Ezek ilyen egy-egy impulzusnyi figyelmeztetések, hogy most készülsz leesni a ló hátáról. Az elmével fönn se voltál. Egy virtuális lovat rajzolt eléd, amire nem lehet felülni. Illúzió gyűjtemény a valóság helyett. A legnehezebb, hogy az intuitív szikrára ne reagálj elmével. Ne cseréld össze a kettőt mihely duális reakciót adsz erre a primordiálisan tiszta, intuitív szikrára, azon nyomban a ló egyik vagy másik oldalára estél. És a meditáció azt jelenti, hogy folyamatosan azon a tudatszinten vagy, ahol a gondolkodásod sem a te, sem a más duális gondolkodása nem határoz meg, és nem fedi le ezt az intuitív forrást. Nem zárja el ezt a csatornát. Ezért kell tudni mindent tudomásul venni, de semmivel se azonosulni, azért, hogy a csatorna mindig nyitva maradjon. És a meditáció, ha megnézed, generikusan tényleg ezt szolgálja, már pedig azok a meditációs technikák, amelyeknek a közepében nincs egy fixa idea. Ha van, akkor az nem egy megszabadulás irányú, nem kettősség vagy advaita irányú meditáció. Ahol középen nincs egy fixa idea, ahol üresség van középen, nincs egy énség név vagy forma középen, a szükségszerűen elvezet a nem kettősséghez, a megszabaduláshoz, az önvaló tapasztalatához, tehát ehhez. És ez az intuíció forrása és enyészete egyaránt. Úgyhogy a nem gondolkodásból, nem kettősségből és nem énségből jön az, ami a tiszta intuitív szikra, de ha a szikrának már meg kellett jelenni, ott már figyelmeztetés van. Ne kelljen megjelennie. Ne kelljen tudnom, hogy az intuíció működik, mert ha tudnom kell, az már egy emlékeztető. Egyszer. És utána pedig borulhat minden, és minden helyzetben jöhet, csak látod azt is, hogy eddig mennyi hibát követtél el. Azt már az elme látja, és látnia is kell. És a legnagyobb trágyadom kellős közepén ki tud nyílni a lótuszvirág. De körülötte azért Eléggé kaki szag van, mert azt a karmát termelted meg. De utána ezen a nyomon elindulva szépen elindulhatsz megint fölfelé. Úgyhogy az intuíciót ezért érdemes megkülönböztetni az elmének a különböző funkciójától, amin lehet nagyon intelligens érzelmileg és értelmileg, de teljesen más a forrása és az enyészete, mint az intuitív működés. A meditációnak egy olyan célja is van hogy a tudatosság inger küszöbe legyen annyira alacsony, hogy észrevegye az intuíció finom jeltartományát, mert sokkal finomabb, mint mondjuk az érzelmek vagy a gondolatok elképesztően erős tartománya. Tehát a hétköznapi ember az intuitív finom jelzéseket észre se veszi. Csak a saját elméjének a hánytorgását látja, és hogyha túl intelligens, akkor az gondolkodásának vagy az érzelmeinek a finom tartományával azonosítja az egészet közelében nem jár az eredetinek. Ja, azért kell a belső csend, hogy a legfinomabb hangot is meghald. És hogy onnan jöjjön az a hang, amiről az előbb beszéltem és bemutattam. Nagyon, sok, nagyon sokféle hangot hallunk a fejünkben. Az honnan jön? Milyen, milyen karmából jön? Ja, elképesztően kemény és borzasztó karmák szólalnak meg a fejedben, és akkor azt mondja, hogy hát ez valami intuíció lehetett. Nem, a karmát kinyitotta a száját, és üvölt. És nehogy kövesd, nehogy megtedd. Jó? Köszönöm szépen. Van egy baránőm, ő egy kicsit félős, nagyon jóba vagyunk, és nagyon sok mindenem osztozunk, de valamikor nem osztozunk meg egy dolgom. És az mi? Hogy mi történt vele. Nem akarja elmondani? Nem. De te elmondod? Igen, hogy és... tudjon segíteni rajtam. Aha. Én is segítenék, de ha nem mondja el, nem tudok. És ezt elmondtad neki? Igen. És erre ő, hogy válaszolt? Hát már ez, ez egy kicsit régebben. Volt. Emlékszel, hogy mit mondott? Szerinted miért nem mondja el azt, ami vele történt? Nem tudom. Meg kell tőle kérdezned. Megkérdeztem, hogy mi történt. Mm. Sír mondjuk, és. Sír, jól hallom. Ott, Akkor fájt neki, és ezért nem meri elmondani. És mondom, hogy. Mi a baj? Segítek rajtad, és elfut előlem. Mit csinál? Elfut előlem. Elfut előled? Micsoda barátnőid vannak te? Csik, feszekszik, nem hagyja végigmondani. Másik elfut előled. És levülök az árnyékban, nagyon meleg van, és visszajön hozzám, hogy Bocsánat, elmondja, mit válaszoljak. Akkor viszont hagyd, hogy elmondja, hiszen látod, hogy sír. És ha fáj neki, és el tudja neked mondani, az már a gyógyulásnak a fele, hogy csak meghallgattad. Meghallgattam, és mit válaszoljak vissza? Hát ilyenkor meg kell nézni, hogy ő mitől szenved. Te hallod az ő történetét. Igen. És rá kell mutatni, hogy egyrészt megérted az ő szenvedését, az, hogy neki ez miért fáj. Ez az első, ez nagyon fontos, ezt nagyon sok felnőtt sem tudja, de te most ezt elkezdheted, és ez nagyon jó dolog. Te, hogy megérted a fájdalmát, érzed, ami a szívében van. Látod ezt a szenvedést, ez az első. Utána közösen, de csak közösen kideríthetitek a szenvedés okát, hogy ez mitől van. A harmadik, hogy ezt hogy lehet megszüntetni. Milyennek a szenvedésnek a megszüntetése. És a negyedik és utolsó, többet nem kell megjegyezni, az, hogy milyennek az útja, hogy ezt hogy lehet kivitelezni. Elmondom még egyszer, szenvedés ténye, oka, megszüntetése, és a megszüntetés útja. Tudod, mit hallottál most? Igen. Mi az? Mit hallottál? Mondhatod? Bármit mondasz, az jó. Mit hallottál most? Véget vessek ennek az egész szenvedésnek. Így. Ezt hallottad, hogy hogyan lehet ennek az egész szenvedésnek véget vetni? Igen. És hogy megjegyezd, az eredeti nevén ezt a tanítást, most jót mondtál, az eredeti neve az, hogy a négy nemes igazság. És a felnőttek ezt már tudják, és most lehet látni, hogy ez kortól függetlenül tanítható, ő is megérti, hogyha megkérdezed. Mindenki, aki tud kommunikálni bármilyen nyelven, ráláthat a szenvedés tényére, okára, megszüntetésre, és a megszüntetés útjára. Én nagyon köszönöm neked ezt a kérdést. Van még benned valami? Nem. Szeretnél mondani? Igen. Mondja. Te vagy a legfiatalabb tanítványom. Mondja. El. Elmondja, hogy történt. Segítek rajta. Kiderül, hogy egy fiú csúfolta meg többie, ilyen öt hatam, és megmondom nekik, hogy miért csináltátok. Ők szépen visszamondják, hogy nem tudják, és én mondom miért. Ez nem rossz és nem jó önmagában, csak a miértet deríti ki. Ez a második, az oka, hogy ezt miért csinálták. De ahhoz, hogy ezt megszüntesd, te egyedül nem vagy elég. Ehhez a fiúknak az apukája kell. És ezért ennek a lánynak, akivel ez történt, hogy a fiúk kicsúfolták, Lili-nek hívják. Tudod? Nagyon érdekes barátnőid vannak, hallod. Mert hát ehhez az édesapa kell a barátnődés, és a fiúk, és nekik le kell ülni, mert ők nevelik ezeket a gyerekeket erre vagy erről le. És ez nagyon fontos. Te, amit tehetsz, hogy ebben a jó családban, ahova beleszülettél, elsajátítjátok a meditáció nemes praxisát azért, hogy te mindezt kibírd. Kibírd az első barátnőd. Kibírd a második barátnőd. Kibírd a harmadik barátnődet, és aki még cifrább dolgokat fog csinálni, és azt a legközelebbi darma beszédben kélek szépen mondd el nekem. Én számítok arra, hogy ez bekövetkezik, és szeretnélek ott látni családostól. Mint ahogy mindenkit, hölgyeim és uraim, szeretnék családostól, kutyástól és macskástól a következő tanításon is látni, remélvén, hogy rálátunk szenvedésünk és szenvedtetésünk tényére, okkára, a megszüntetésére és a megszüntetés módjára, és együtt haladva az úton segíthetjük egymást a felébredés felé. Köszönöm a figyelmet!